Szabolcson Szent László király emlékművénél vette kezdetét a megye nap pénteken. A megyei közgyűlés vezetői koszorúzással emlékeztek az egykori uralkodóra, aki 1992. május 20-án országos zsinatot tartott a tiszaparti településen. Ehhez a dátumhoz kötötték Szabolcs-Szatmár-Bereg megye napját, amelyet 2005 óta tartanak meg. A megyei önkormányzatnak is egy régi törekvése, hogy Szabolcs történelmi emlékhely rangot kapjon, amely méltó elismerése annak a történelmi ténynek, hagyománynak, hagyatéknak, amely Szabolcsot a ország térképére teszi, és méltó büszkeséget ad a Szabolcs településnek, illetve az egész megyének ez a történelmi esemény. Szent László király egy korának egy fantasztikus személyiségi alakja volt, belakta az egész Kárpát-medencét, csatázott a hunokkal, Erdélytől kezdve Kisvárdáig, püspökséget alapított, hódított, ami a korban a lovagi eszmény kifejezése volt. Méltó emlékezünk rá, és ezzel a feladatainkra a jövőbe is erőt tudunk meríteni. A megyenapi ünnepséget idén Pócs Petriben tartották. A község az 1948-as koncepciós per és az egyházak üldöztetése miatt vált országos hírűvé. A rendszerváltásig a kommunisták által megbélyegzett településként tartották számon. Tamás György polgármester szerint az elmúlt 30 év sikerét jelzi, hogy a megye közössége itt ünnepelt. Pócs Petri úgy gondolom, hogy egy olyan közösség, aki megszolgál erre a feladatra is, és úgy gondolom, hogy színvonalasan meg tudtuk rendezni ezt a megyenapot, a kitüntetések átadását. Az ünnepségen összesen 12-en vettek át kitüntetést. A Gyulaházáról elszármazott, jelenleg Kanadában élő és tevékenykedő Eszterhai Katalin Kozma Pál díjat kapott. Az írónő erre az eseményre utazott Kanadából haza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Most díszbe öltöztettem a szívemet, és amikor meghallottam a hírt, sírtam, mint egy kisgyerek. Mert ezt nem lehet nem sírással fogadni, de ez nem szomorúság, hanem az örömkönnyek voltak. És meg kell, hogy mondjam, hogy én úgy érzem, hogy nekem ez a hazai. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a földet, nagyon szeretem, hogy gondolhatok rá, mert itt kaptam meg azt, ami engem vezérel. Én tudok és merek álmodni, hinni a jövőben. Elhiszem azt, hogy az emberek jók, hogy mindenre képesek vagyunk, hogyha akarjuk. Veres András győri megyés püspök Pócs Petri szülöttje a hazaszeretetet és a kereszténység erejét emelte ki. Mindig örömmel jövök, hiszen a haza, a szülőföld az minnyájunk számára egy nem csak emlékeket ébresztő, hanem egy kicsit önmagunkkal szembenézésre késztet, hogy innen indulva az ember hogy tudott az itt élők örökségével gazdálkodni, és hogy tudom ma esetleg az itt lévők számára ezt felhasználni, kamatoztatni. Örömmel jöttem, és nagyon örülök, hogy itt lehettem ezen az ünnepségen is. Nagy István agrárminiszter is hazalátogatott, ő is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, szűkebben véve pedig Újfehértó szülöttje. A tárca vezető hangsúlyozta, Pócs Petri a megmaradás jelképévé vált, ami minden megyei közösség számára példát mutat. Az, hogy kiálljunk az értékeinkért, kiálljunk a hitünkért, hogy akarjuk megvédeni azt, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindazon hagyományok, amelyeket itt élünk át és teremtettek elődeink, hogy azok fontosak itt a 21. században is, ezért minden nap tenni kell. És ez Pócs Petri üzenete, hogy érdemes kiállni, mert a megmaradásunknak pontosan az a lényege, az az üzenete, hogyha kiállunk ezekért az értékekért, akkor megmaradunk itt a 21. században is. A megyenapi ünnepségről a hétfői 35 perc című műsorunkban láthatnak hosszabb összeállítást.